Ott egy creeper. Hol? Ott. Most lenyomom. Hol? Ne nyomd, mielőtt odaérek. Ah, te! Oké. Na jó. Zseniális. Na mi van, akkor visszaszámoljunk, mint ahogy szokás, egyiket. Felálljál fölte. Én miért? Aha. Akkor majd könnyebben hangulatban ingatom magamat. Jó van. Szexuális hangulatban ingatom magamat. Oké. No hát üdvözlünk mindenkit. Itten Ákossal. Sziasztok! Köszönjük szépen, Ákos. Kurva régen játszottunk ezzel a szarral. De már most fölbaszta az agyamat. Igen, Ákos, köszönjük. Szóval kurva régen játszottunk vele, jó, úgy 5 hónapja. Ha nem probléma, hogy kimondom a számokat. És ez a cukornád itt a múltkori creeperös balesetnek köszönhetően félig meg sem is ült, úgyhogy újra ültetem. Az nekem semmi közöm. Nincs. Nem a cukornád mögött bújt el a creeper, és azért nem láttad, hogy... Ez így van. Orrul. Egyébként rájöttem, hogy azért zöldek a creeperök, mert ez voltak éppen terep szintet, így játszázzák magukat. Igen. Igen, ez így van. Én meg úgy értem, hogy nekem késik a hang, vagy nem tudom. Hát az szomorú. Ez egy olyan technikai probléma, amit nem tudunk orvosolni. Egyébként frissítve lett a szerver, szóval disznókat csak répával lehetett etni, és azunk most nincs még, mert... Hát, mert még nincs. Most igen. Sajnálatos módon. Hát, vagy keríteni kell valami spawnert, vagy ütni kell zombit, vagy keríteni kell village-t. Village people-ket. De várjunk, mennyi vas van? Van 14 vas. Ja, itt a fémkard nálam, inventory-ba. Igen, mit miért? Találtam egy XP-t, amint egy körülbelül tehén fején lebegett. És nem értettem, hogy a tehén fején miért lebeg egy experience. Tehát mondjuk valami krétai bika kultusz, ahol a szarvak között van a nap, vagy a magyar csodaszarvas, aminek a fején cipeli a holdat és a napot. Ennek egy analógiájaként próbált a tehén önmagára tekinteni, vagy valami hasonló, de nem jöttem rá igazából. Jó, én most úgy csináltam, mintha értettem volna, hogy mit dumálsz, de nem. Úgyhogy jó. Nem számít, verekedjünk egyet? Nem, én nem akarok. Vagy mit, most basszuk tönkre a páncélt valamennyire, vagy mi? Vagy mit akarsz? Ezt akarod? Mit? Ezt. Nem erre gondoltam egyébként, hanem creeperökkel megér. Ja, jó, oké, igen. Nézzétek azt, az agresszív állatot. Azt támogatom, mert itt egy zombi hátra dob anyát, picsálja. Hátra dob valami zöldséget, nem dobott. Itt van több is. Creeper. Na gyere, itt van 4 zombi. Ha 4 zombi, egyet megütök, a többi jön. Hol vagy? Ki? Te. Én a partról jövök fölfelé. A magad útját járod, mert én most nagy szarba keveredtem. Én vizet vettem vödörbe, mert nem volt vizem, és így. Nem teljesen értettem, hogy miért van nálam vödör. Merre felé vagy? Hát itt a völgyben mondjuk. Ott látlak. A fás erdős rész fele, gyere. Itt volt buli, de már megszabadultam a nagy részüktől. Ez itt... Ó, igen, látom, hogy valami ott villog keményen. Hány illeszöny van? 21 van. Ez amit ott ránézünk, mielőtt rábasznék. Kajálni kéne, úgy érzem. Ó, valóban. Oké. Jó. Eddig kinyírtam 4 zombit, 5-öt, ha minden igaz, és hallok még egyet. Lófaszt sem dobtak eddig, természetesen rohadt hús. De miért akarod ennyire ez a szar? Micsoda? Azért, mert szar. A hang? Nem a hang. A játék? A hang az jó, a játék. Ja. Azért ekkora szopás ez az új csontváz, az... Mi az, hogy odaérsz hozzá és 3-ot besoroz, míg te egyszer tudod megütni karddal? Aha. Ezek a kibaszott Kassai Lajos csontvázak, ezek az agyamra mennek. A picsába ezzel! Viszont nem tudom eltalálni, mert... Szívesen.
Hoppá, megütöttelek? Azt igen. Kurva jól nézel ki. Egyébként új a skined, miről szól? Ez voltak éppen engem ábrázolna. Levennéd a páncélt? Számodra bármikor vetkőzök. Köszönöm, te pedig is. Nem én vagy pedig másmit. Michael Knight. Oh, Michael David Knight. Hasselhoff. David Hasselhoff napgépben Michael Knight. Nem tudom, hogy ki csinálta ezt a skint, de köszönöm neki, igen jó munka volt. Igen, tetszik a munkája, meg kell hagyni. Egyébként Ákos csinálta. Csak így megjegyzem. Nekem is csinálhatna egy. Mintha nem te csináltad volna magad. Pók, milyen lipa fejtetlen nyomat. Most én mi történt? Nem tudom, hogy a tehenet ütöttem meg. Hol a pók? Tehenet ütöttem meg, vagy egy kurva életbe. Nem, csontváz nem. Csontváz nem. Gyere te. Vajon... Ő gyerekek, ő. Igen, nekem is vannak problémák. Nem fogom győzni izével. Kurva anyád! Gyere már csontváz, baszod anyádat. Gyere csontváz, gyere. Gyere. Van gyerekek, nem vicces. Evakuáljba. Lőjél. De nem mellé, bazd meg. Úrisa, hol vagyok? Szárazföldre értem. Csontváz, úgy gyerek. Gyere csontváz, lőj. Úristen, ilyen vakfasz fejt. Komolyan, bazd meg. Úristen. Hol a pók? Zombi is. Bazd meg, mi nincs itt? Komolyan, mi a fasz nincs itt? Ide figyeljék. Csontváz, bazd meg, ha egyszer jössz, akkor gyere már, bazd meg. Ennyi volt a kardom. Na ez az, ami viszont nem nevezett. Gyere ki, okay. Gyere apához, úgy látod, az a köszönöm tukorban. Szépen. Úgy. Erre kellett ennyit várni, bazd meg. Van egy lemezünk. Ne fogadják ide egy cukrot. Jó, én biztonságba helyeztem magamat némi kalandok árán. 5 gunpowder, ami magyarra lefordítva nem egyéb. Hallottad a jó híremet? Nem hallottad. Mi nem hallottad a jó Én nem hallottam. Mondom, van egy lemezünk. Ja, igen, jó vagy. Tudom, nem kell mondani. Igen, jó vagy. Még hozzá... Azt hiszem, hogy építek számodra egy szobrot. Kérlek, kész is valami az ugróktoronyázni. És engem ábrázol. Igen. Itt miért van ez a kurva egy luk? Csak nem én robbantattam ide a creeperekkel múlkor. De valószínűleg te. Teljesen új szobrot kellene dedikálni neked, valami fallikus ábrázolást. Nem tudom, mire gondolsz. Gyála, pók, gyála! Jó, szóval több lábad van, mint amennyire szükséged van. Nem azt mondtad, hogy biztonságban helyezted magad? Nem azt mondtad, hogy biztonságban helyezted magad? Vagy de onnan már elmentem, mert túlságosan biztonságban éreztem magam. Ja, értem. Enderman, te is azt nézted ki magadnak? Uh-huh. Én is. A lábát is, csak a lábát. Nem? A lábát is, mert ha nem a lábát ütöd, elmegy a faszba. Értem. Ez egy csontváz. És itt volt egy Enderman valahol. Na gyere! Ha. Gyere öreg! Gyere! Virág van nála, bazd meg. Köszönjük szépen. Az egyház hitközség nevében. Egyház hitközség. Így van. Hát adakozik a gyerek, érted? Jó, és mire fogok használni? Ez a tehén, ez szerinted ellenségese, úgy érted, hogy úgy értem, hogy mutat olyan viselkedés mintázatot, amely határozottan agresszív. Ha le akarod vágni, akkor csináld, nem kell hozzá kifogást keresni. Nem, nekem csak nem tetszik az arca, és ezt próbálom megindokolni, hogy ne tehén ellenes indítéknak tűnjön. Ja, értem. Ez itt, vagy melyikre gondolsz? Igen. Hát, nekem nincs az a bajom, hogy tehén, az a van bajom, hogy lélegzik. Levágtam. Értem. Adott húst, 2-t, ha jól látom.
Szóval, ha feljön a nap, mit csináljunk utána egyébként? Tudom, ezt már meg kellett volna beszélni korábban. Hát, felkészült a nálunk a dolgokhoz. Igen. Profi módon. Van csont, ezt most fejezzük be, mert... Ezt most fejezzük be, még mielőtt elkezdenénk komolyabban. Ő nekem megint kajálni kell. Furva, és kell fel a nap. Igen, nagy étvágyú ember vagy. Nagy. Hú, ezt figyeld, Spider Jockey. Ú, köszönöm, inkább nem nézem meg. Valahogy nem kedvelem annyira azokat a... az életformákat, vagy hogy hívják őket. Ja. Ellenben... Én határozottan jól jöttem ki belőle, mert nem ült el a csontváz, érted, mit mondtam. Hát a faszod baszod a szájba. Ja, nem tudom. Azért nem tudom, figyeltétek el, drága jó nézőink, hogy milyen szép költői képekkel készülünk néha napján nektek. Tehát ez nem mindennapi. Nem mindennapi. Nem mondom azt, hogy értéket alkotunk a csatornán, de néha érdemes odafigyelni, hogy gyöngyöket szórunk a disznók elé. Nem, csak kibaszott creeper, bassz meg. Nem engedtem meg neki, hogy felrobbanjon, és mégis megtette. Azért mi időnkben ilyen nem volt. De milyen szóval, időnk? Amikor még mi ültünk ott, ahol ülni kell, akkor nem csinált minden creeper azt, amit ő úgy akart önmagával. De nem akarok politikát belevinni. Mit? Politikát? Aha. Nem tudom, mire gondolsz. Ja nem, jó, rendben. Gyere, csontváz, gyere a vízbe, csontváz. Ég, spazd meg, gyere a vízbe. Gyere a vízbe. Gyere hát a vízbe. A gyerekek mindig használtok napolajat. Gyere a vízbe, már te faszfejű. Isten barma. Most ki fogja kinyírni a creepert nekem? Ups. Bazd meg. Csontváz.